Idén is átadták az év fiatal vállalkozója díjat, idén Szupán Márton a Peak Financial Services tulajdonosa kapta meg az elismerést. Márton itt is van velünk a stúdióban. Szervusz Márton, hogy érzed Szia. Magad most az elismerés után? Hát igazából, ahogy mondtam ezt ott rögtön a színpadon, amikor megkaptam a díjat, ez tulajdonképpen egy mérföldkő nyilván az embernek az életében, de megy minden tovább a maga útján. Maximum örülök neki, hogy kaptam egy ilyen elismerést, egy visszacsatolást. Nyilván büszkeséggel is tölt el, mert egy jó jelzés, hogy tulajdonképpen jó úton haladunk. Kik kaphatják meg ezt a díjat? Én úgy tudom, most pályáztam erre először az idei évben, talán ez a 9. díj volt, amit a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége átadott. Fiatal vállalkozók, akik úgy gondolják, hogy megmérettetik magukat ebben a versenyben, ők tudnak pályamunkát beadni, és aztán a FIVOSZ-nak a vezetősége, illetve az általuk kijelölt zsűri dönti el, hogy ki az, aki ezt megkapja, egy évben egy ilyen díjat adnak át. És neked ez bármi, ugye azt említetted, hogy nagy megbecsülés, tehát hogy nagy megtiszteltetés az, hogy te elnyerted ezt a díjat. Ezen felül bármi pluszt jelent még ez a díj? Tehát itt például mondjuk gondolok arra, hogy ismertebbé válik a vállalkozásod, ilyesmire gondolok. Nyilván ez PR szempontból egy nagyon, nagyon jó dolog. Alapvetően mi egyébként sem szeretünk, sőt nem is költöttünk soha életünkben marketingre. Azt gondoljuk, hogy egy jó sztorival, egy jó sztorit azt kedvelnek az emberek és keresik. Hogy ezt a törekvényünket ez nyilván nagyon, nagyon segíti, illetve az egész csapatnak, az egész vállalatnak egy jó visszacsatolás volt, tehát ők is örülnek ennek, és érzik ebben a hozzáadott értéküket. Most már eléggé körbejártuk ezt a témát, tehát mi is ez a vállalkozás, amiről beszélünk, amivel sikerült elnyerni a díjat? A digitális pénzügyi piacon építkezünk, itt indultunk el 4 évvel ezelőtt a Peak Financial Services-zel, prepaid kártyát szolgáltattunk, ez tulajdonképpen egy ugyanolyan Mastercard, mint amit bármilyen bankszámlához csatolnak, annyi különbséggel, hogy határokon átnyúlóan nyújtható világszinten, és kicsit más jogi struktúra az, ami ezt elérhetővé teszi. Ilyen módon teljesen online ügyfélélményt adunk, nem kell bankfiókba járni, és akkor sorolhatnám ezeket a rossz élményeket, amiket egy klasszikus bank néha vagy mindig nyújt az ügyfeleinek. Ezt egy laikus számára akkor hogyan kell pontosan elképzelni, tehát lépésről lépésre ez mondjuk mitől lett ilyen népszerű ez a vállalkozás? Pontosan ezért, mert teljes mértékben digitálisan online térben elérhető. Tehát én azt láttam, hogy nagyon sokszor van egy-két bank, vagy illetve el is vonatkoztathatunk akár a pénzügyi pénzforgalmi szolgáltatásoktól. Ilyen lokális vállalatok nagyon jó megoldásokkal kijönnek a piacra, de ott helyben érhetőek el, fizikai jelenlét kell hozzá. Nekünk sikerült összeraknunk egy elég jó terméket. Ezt mondja a piac, egy elég jó terméket, amit aztán a digitális térbe fel tudtunk költöztetni, és bárki bármilyen országból el tudja érni. Tehát én azt gondolom, hogy a népszerűségnek az alapja az elsősorban az, hogy szerintem a piaci igényekre tudtunk terméket alkotni, másrészt pedig ezt tényleg mindenki számára elérhetővé tettük. És azt lehet mondani erre, hogy egyre népszerűbb ez a termék? Abszolút. 4 éve alapítottuk a Peak Financial Services-t, ahogy mondtam az előbb, 2,5 éve van kártyatermék a piacon, tehát ott volt egy jó masszív, 1,5 éves építkezés. Setupok, háttérszolgáltatóknak a megtalálása, stb. És most 88 országban vagyunk ott, és itt növekszik az országoknak is a száma, meg növekszik a kártyáknak a száma, illetve a számláknak a száma, ügyfelek a száma minden egyes országban napról napra. Ügyfelek részéről azért még a stabil bázis inkább Magyarország, vagy ahogy említetted, akkor ugye egyre több külföldi is van. Mi az eloszlás? Tehát körülbelül hát 30%-a nagyjából az ügyfeleinknek magyar. Tehát azt mondom, hogy nem annyira stabil bázis Magyarország. Valahogy ugyanilyen szinten van, 25-30, ugyanilyen szinten van Anglia, és van egy-két gócpont, nyilván vannak olyan országok, ahol éppen, hogy ott van 10-20-30 ügyfél.
most kezdtünk el ráerősíteni egyébként Magyarországra. Megmarad a Peak Financial Services brand a nemzetközi piacra, tehát ott tartjuk, ott pályára állítottuk, és tavaly már elég szép nyereséget is termelt, tehát úgy gondoljuk, hogy ott jó úton haladunk előre, és a magyar piacra létrehoztunk egy picit más háttérszerkezettel, partneri körrel egy új formációt, Simplon ZRT névvel, ami meg már teljes egészében a digitális banki szolgáltatásokra lőtt. Tehát igazából ezzel emberi nyelven annyit szeretnénk elérni, hogy tényleg az tudjuk kimondani, hogy kedves ügyféljelölt, vagy kedves potenciális ügyfél, dobd el a klasszikus bankszámládat, hagyd ott a kék bankot, sárga bankot, akármelyik bankot, és bankoljál nálunk, mert tudunk neked számlát adni, bankszámlaszámot adni, bankkártyát adni, és mindent, ami egy átlag banki ügyfélnek szükséges a mindennapi bankolásához. És akkor, ha jól értem, ennek az egésznek a lényege az, hogy ez egy digitális, és ezért akkora siker. Így van, alapvetően ebbe az irányba megy az egész világ. Szerintem az embereknek az nagyon-nagyon áthágja a komfortzónáját, és ahogy haladunk egyre előrébb, egyre inkább áthágja a komfortzónáját, hogy be kelljen ülni az autóba, vagy fel kelljen ülni a villamosra, hidegben, hóban, esőben el kelljen menni egy bankfiókba, ott sorba kelljen állni, sorszámot húzni, leülni, papírokat írogatni alá, stb. Mi azt mondjuk, hogy velünk az ember zsebre tudja tenni a bankját, és hogyha akarja, akkor vasárnap este a sorozat, vagy film, vagy akármi nézése közben el tudja intézni a banki ügyeit, úgy, hogy akár a pénzmozgatás is megtörténik ott vasárnap éjszaka, és át is kerül oda, ahova küldeni szeretné. Tehát egyrészt zsebre tudja tenni velünk a bankját, másrészt meg akár real-time azonnali, vagy azonnal végbe menő tranzakciókat tud bonyolítani. Akinek itt most esetleg felkeltettük a figyelmét, hogyan tudunk hozzátok például eljutni ehhez a vállalathoz? Én azt mondom, hogy aki most hallgat minket, az alapvetően magyar ügyfél, tehát ő a Simplon nevű brandünket keresse. Ezt a simplon.xyz domain néven elérik, minden szolgáltatásunkat bemutatjuk. Szép nagy hegyekkel indul a nyugalmat szétárasszuk a weboldalunk, és azt mondom, hogy közérthető módon elmondjuk, hogy mit csinálunk, és az ügyféljelölt vagy érdeklődő ki tudja válaszolni, hogy milyen irányba szeretne tovább lépni. A hagyományos banki ügyfeleknek a támogatásán kívül a ti részletekről van még valami plusz, megint csak azt kell mondani, hogy támogatás, tehát egy olyan segítség az ügyfeleknek, ami miatt még érdemes titeket választani, illetve amiért megkaphattátok ezt a fiatal vállalkozói díjat? Két irányt említenék, az egyik az még nagyon röviden egy ilyen szakmai, vagyis konkrétan a szolgáltató vállalatunkhoz kapcsolódó irány, ez az, hogy létrehoztunk egy a mobil bankunkba integrált e-commerce platformot. Azért e-commerce platformot mondok, hogy ez nem egy klasszikus webshop. Itt elérhetőek kiegészítő pénzügyi szolgáltatások, akár egy gombnyomásos biztosításkötés, tehát meg lehet azt is, hogy a határon vagyunk, vagy felszállunk a repülőre, elfelejtettünk biztosítást kötni. Egy gombnyomással elindítható egy perc alapú utas biztosítás. Innen egészen odáig terjed ez a range, hogy lojalitás, kedvezmények, stb. És most fogjuk bemutatni szerintem egy ilyen két héten belül a donation, tehát az adományozás pontunkat. Ilyet egyik pénzügyi szolgáltató sem csinál, sőt egyáltalán a digitális térben ez nem nagyon elérhető. Itt ilyen gyakorlatilag, mint ezek a crowdfunding platformok, azt mondja egy civil szervezet vagy egy alapítvány, hogy ő szeretne gyűjtést indítani, de nincs pénze, vagy nem szeretne óriás plakátozni, meg tévéreklámokra költeni, ide fel tud kerülni, és egy-egy gombnyomással az egész ügyfélkörünk a 88 országból tud adományozni nekik 1 eurótól egészen fölfelé bármekkora összegig. Tehát gyakorlatilag ingyen el tud jutni a teljes ügyfélkörünkig, úgyhogy itt egy kicsit már át is léptem a bono irányunkban. Alapítottunk idén egy non-profit vállalatot, ez az Egy Digitális Jövőért Non-Profit Kft. Névre hallgat. Elég beszédes szerintem a neve. Van egy rádió műsorom, amit én vezetek szakmai szereplőként.
ez minden pénteken hallgatható a Trend FM-en, Fintech világa címmel, ilyen 80. adásnál tartunk, tehát ez egy gondolom, hogy nyilván vannak ennél sokkal nagyobb múltú rádióadások az országban, de ilyen területen egy szép kor. Illetve elindítottuk a fintech.hu domain néven futó Fintech világa online tudásportálunkat, mint abszolút non-profit jelleggel csinálunk. Napi sajtószemlét teszünk közzé, nem a magyar sajtóból, hanem a nemzetközi fintech sajtóból, és abszolút közérthetően tesszük ezt, cégeket profilozunk, tehát itt a sajtószemlén kívül van még egy csomó minden. Én leginkább ezt javaslom első körben egyébként az érdeklődőknek, itt abszolút a széles célközönségre, vagy célközönségnek próbálunk szolgáltatni közérthetően és érdekesen. Köszönöm, hogy erről meséltél, és gratulálunk az év fiatal vállalkozója díjhoz. További sok sikereket kívánunk nektek. Köszönöm szépen.